Virágba borult Magyarország cseresznyés kertje, nagykörű határában fehérlik a több ezer cseresznyefa. A korai érésű fajták április közepén szoktak virágot bontani, idén egy héttel előrébb jár a természet. Minden szépen alakul, ám egy fagyhullám visszafordíthatatlan károkat képes okozni. Nyilván vannak olyan elérhető kemikáliák, amik magas tápanyagtartalom, aminosavak, esetlegesen hormonkészítmények, amik csökkenteni tudják a fagykárnak a mértékét. Más módok hagyományosan füstöléssel szoktak védekezni a fagyok ellen. Ekkora területen nem jellemző, hogy az 500 gazdából 500 gazda ezzel tud foglalkozni. Jellemzően mindig abba bízunk, hogy a nagykörüli termőtáj az egy kellemes, jó kötődést biztosító hely, egy nagyon jó termőhely, és bízunk benne, hogyha valahol, akkor Magyarországon itt lesz cseresznye. Ha így marad az idő, akkor mindenképpen nagy termésre kell számolni. Én azt gondolom, hogy a gazdáknak át is kell majd értékelni a eddigi meccési munkákat. Tehát jelenleg, mint ahogy majd látszik a képeken is, rengeteg virággal vannak, nagyon szépen be vannak rakodva a fák, és generatív részekkel, és minden bizonnyal nagy kötődési arány fog megvalósulni a virágoknál. Az, hogy ebből termésérés esetleg mennyivel lesz korábban, mint ahogy az évek nagy többségében szokott lenni, azt még nyilván az előttünk álló időszak fogja majd meghatározni, hőmérsékleti viszonyok, csapadékviszonyok. Alapvetően nyilván most azt mondom, hogy valószínű egy picit korábbi érésidő is fog megvalósulni. Ugye a fő helyben fő fajta, a germazdorfi fajtakör, illetve a nagykörői ropogós. Ezeknek az érés ideje jellemzően június közepére tehető, tehát akkor kezd a szüretidőszak. Elképzelhető, hogy ez most már 10-én vagy 8-án júniusban akár el fog indulni, de még egyszer mondom, tehát az előttünk álló időjárás fogja meghatározni, hogy maga a szüret az mikor fog megvalósulni. Több mint 100 fajta cseresznyét termelnek a faluban. Az egyedi mikroklímának és a talaj ásványi anyag tartalmának köszönhetően azokban ezek közül is kiemelkedik a nagykörűi ropogós nevű, amelynek a helyiek szerint nincs párja, nem csak az országban, de az egész világon sem. Reméljük, hogy jó termésre számíthatunk. Az időjárás az nagyon sokat befolyásol. Tehát mi ugye feldolgozók is vagyunk, tehát én lekvárt és szörpöt készítek belőle. Hát bízom benne, hogy sok jó gyümölcs fog teremni belőle most az idén. A mi cseresznyénk még a területen belül is, tehát Nagykörű is, mondjuk egy másik Szolnok környéki település, vagy igen, településnek a gyümölcse is más ízű, hiszen a klímája más ennek a területnek és a föld, és ez nagyon meghatározza a gyümölcsnek az ízét. Tehát itt egy borzasztó jó, zamatos, ropogós cseresznye található Nagykörűben, és tényleg a termesztett ropogós, nagykörű ropogósnak nincs párja, tehát egészen más ízű. A fagyon kívül más időjárási veszély is leselkedik Nagykörű legismertebb termésére. Ha túlságosan csapadékos lesz a nyár eleje, akkor a már kifejlett cseresznyék megrepednek, ez minőségromlással jár. Ha túl nagy lesz a meleg, akkor viszont gyorsan leérik a termés. Hagyományosan június közepén szokott kezdődni a nagykörűi cseresznyeszüret, ez idén egy-másfél héttel korábban megtörténhet.